estét kívánok! Körülbelül 3 hét múlva rajtol az Ebel a Fehérvár AV19-el, és nagyjából a felkészülés felénél, vagy inkább kétharmadánál jár Hannui Ervin P. együttese. Éppen ezért tartottuk fontosnak, hogy a csapat két kiváló ifjú jégkorongozóját, Erdély Csanádot és Szabó Dániát lássuk vendégül a Bajnokok Városa mai adásában. Köszöntelek benneteket a stúdióban! Hát van bőven miről beszélni, hogy hogy vagytok mostanság, hogy van a csapat, hogy megy a felkészülés, de mielőtt erre rátérnénk, hogyha lehet, azért foglalkozzunk egy nagyon picit a focival, de csak azért, mert ezt még önök nem láthatták, mert még nem forgott a kamera. A család első kérdése az volt hozzám, hogy láttam-e a tegnap esti Vidi meccset, mert hogy család téged, de hogyha jól vettem ki a szavaidból, azért egy picit lenyűgözött Juhász Rolandék teljesítmény. Így van, ugye az elején ugye én is ugyanúgy, mint akármilyen laikus, nagyon sajnáltam azt a korai piros lapot, nem feltétlen tartottam igazságosnak, de aztán azt gondolom, hogy egy olyan játékot produkált a csapat, főleg az első gól után, és miután újra egyenlő létszámban játszhattak a felek, hogy le a kalappal azt, amit ott csináltak a grupamában. Úgyhogy én megmondom őszintén, én, mint török pozitív, bizakodva várom a visszavágót. Dani, te azt elárultad, azt megbeszéltük, hogy hozzád a labdarúgás azért annyira nem áll közel, de így szerintem a felkészülés kellős közepén adja magát a kérdés, hogy egyébként mi az, ami kikapcsol, van-e más kiegészítő sportág az életedben? Természetesen szerintem minden sportolónak szükségem van valami olyan más dologra, ami nem az aktuális sport, mint nekem a jégkorong, megpróbálni kiszakadni belőle, hogy tényleg ne az legyen, hogy 0-24-ben csak a hoki, hanem valami, amivel kikapcsol, megnyugtatja magát, és tényleg elfelejti, hogy mondjuk másnap egy újult erővel, új bedobással tudja kezdeni a napját. Engem leginkább, nem tudom, az ilyen végülis labdajátékok, röplabda, mondjuk én szeretem nézni a kézilabdát, kosárlabdát. Én ezeket szoktam, hát nem az, hogy sűrűn követni, de tényleg, ha úgy van a tévében, már csak akkor meg szoktam nézni. Visszatérve a Vidi-AEK meccsre, azért látni lehetett vagy érezni lehetett a csapatot, a hitet, meg az akaratot, meg a küzdeni tudást, és ha lehet azt mondani, a Vidi szívet, és nyilván ugyanilyen fontos a volán szív is. Bennetek mennyire dobog? Így van, igazándiból a csapatsport az mindenhol csapatsport, és itt ez ugyanúgy megmutatkozott a tegnapi mérkőzésen is, hogy az első gól után, ahogy Lazovics belőtte az első Vidi gólt, egyszerűen, mintha felborult volna a pálya, és az a momentum, az a bizonyos momentum, ami jégkorongban is egyébként nagyon sokszor előjön, az egyszerűen új erőt adott azoknak a játékosoknak, akik lejátszottak már emberhátrányban az előtt egy jó pár percet. Úgyhogy mindenképpen emiatt én együtt tudok érezni velük, és ők is pontosan tudják, hogy ez hogy szokott működni egy-egy ilyen lélektan a mérkőzésnek. Tudok mondani példát a saját mérkőzéseitekről, amikor mondjuk hasonló szituációban voltatok, hogy egy picit alább hagyott a lendület, és aztán valami káprázatos hittel, lendülettel megérkezett az erő és az energia? Emlékszel a Linci 5-1-ről fordítottunk, 5-5-ről? Tehát azt hiszem, ez tavaly előtti szezon volt egészen pontosan. Linz ellen játszottunk itthon, és 5-1-re vezetett az ellenfél, vagy na mindig 4 gólos különbség volt, az volt a lényeg, és a végén, azt hiszem, 1 perc a vége előtt lőttük be a hosszabbítást érő negyedik vagy ötödik gólt, és akkor utána meg hosszabbítás, meg is nyertük a mérkőzést. Tehát nekem, az én karrierem, vagy volános karrierem során nekem ez volt az eddigi legnagyobb fordítás. Hát az enyém talán 2 vagy 3 éve, amikor még Molliga újoncok voltunk, akkor volt a Mac elleni 5. meccs talán otthon, vagy 4., amikor is talán 4-2-re is elhúzott a Mac, és a végén, vagy nem is tudom, valami csoda folytán, valahogy ki tudtunk egyenlíteni, az utolsó 10 másodpercben lőttük a hosszabbítást érő gólt, sőt talán a győztes gólt is, és tényleg azzal vittük tovább a párharcot a következő meccsre. Hát reméljük, a Vidinek majd sikerül a párharcot összesítésben megfordítania majd a témában. No, hát akkor kanyarodjunk tényleg a jégre, csúszunk rá a legfőbb témára.
ugye hát közeledik az Ebelben a rajt. Ugye a jeges edzések, ha jól tudom, augusztus elején, vagy talán éppen elsején kezdődtek meg, de hát azért előtte már szárazon ment a móka. Hándó Jervenpé azt mondta, hogy az a fontos, hogyha fizikailag fáradtnak érzik magukat a srácok, akkor lépjenek ki a komfortzónájukból, és dolgozzanak még keményebben. Tehát ha már nagyon fáj, akkor fájjon még jobban. Már eljött ez a pillanat nálatok? Igen, ezt csinálja gyakorlatilag két hete. Az a bizonyos edzőtábor, amit szoktak mondani a játékosok és az edzők, az megkezdődött, ahogy említetted, augusztus 1-én. Ugyan ilyenkor elsősorban felkészülési mérkőzéseket játszunk, nincsen nagyobb tétje, úgyhogy a meccs forma időzítés sem ugyanúgy jön ki, pont ezek miatt az edzések miatt, hogy kicsit fáradtabbak vagyunk, enerváltabban játszunk, és ez megmutatkozik a pályán is, de volt egy-két holdpont, az biztos merem állítani, hogy Dánielnek is, meg nekem is volt olyan pont, hogy azt mondtuk, hogy eddig is nem tovább, de aztán meg kellett csinálni ugyan a következő sprintet is. Jött a következő sípszó. Nagyon kemény edző? Ellenpé mester? Én azt gondolom, hogy amit megszabott és elvár, azt nagyon keményen behajtja, de azon kívül pedig teljesen, tehát öltözön belül, amikor nem a jégen vagyunk, akkor meg ugyanúgy viccelődik, vagy ugyanúgy bejön hozzánk beszélgetni, úgyhogy ebből a szempontból egy kicsit úgy átváltozik, amikor a jégre kerül a sor, és akkor tényleg rend és fegyelem kell, hogy legyen. Összességében most így visszatekintve, milyen új szint, milyen új lendületet hozott ő a csapatba, a csapatnak? Ugye a rájátszáshoz azért nagyon közel voltatok a végén, nem sok héja volt, hogy az lejöttek a playoffban. Ez is mutatja, hogy jó munkát végez. Szerintem minden csapatnál, amikor edzőváltás van, az kétféleképpen sülhet el. Vagy hogy ott vége leblokkol a csapat, és akkor tényleg utána alig tudnak nyerni, vagy mint ahogy nálunk sikerült, hogy fölrázta a csapatot, és utána tényleg szerintem máshogy játszottunk teljesen, így felszabadultabbak voltunk. Nagyobb lendületünk volt végig a meccseken. Szerencsére a Hanu belülünk ezt hozta ki. És hogy ennek mi az oka igazából, ezt szerintem senki se tudja megmondani, de mi örülünk neki, hogy ez így alakult, és reméljük, hogy ebben a szezonban még inkább ki fog jönni az eredmény. Ugye két felkészülési mérkőzésen vagytok túl. Ezeken mire helyeződött elsősorban a hangsúly, milyen játék szituációkra? Nyilván az eredmény, vagy teljesen mindent, ez szinte másodlagos. Igen, másodlagos, de a sportoló ugyanúgy sportoló, mi szeretnénk nyerni minden mérkőzésen, de ahogy említettem, ez a felkészülés ebbe olyan szinten szól bele, hogy mondjuk nem vesszük azt figyelembe, hogy előző nap hány edzés van a meccshez képest, tehát mi ugyanúgy 2-3-at akár edzettünk a meccsek előtti nap, tehát... Igazándiból a kérdésedre visszatérve, hogy amiket így gyakoroltunk, tehát még olyan messze menő következtetéseket nem vontunk le a játékból, de azért már megnéztük a videóelemzéseket, hogy miket hibáztunk, és azokat a nagyobb hibákat, amik taktikailag megestek, azokat próbáltuk korrigálni, de ez egy egész szezonos folyamat, és egy egész szezonon keresztül kell azokat az apró elemeket összerakosgatni. De hogy érezted magad a jégen az első két felkészülési meccsen? Ugye csak a rendkedvért Nyitra, Volán 5-1, Zsolna, Volán 3-5. Igen, hát ugye... Itt Csani egy gólt is szerzett utóbbi. Így van. Igen, hát ezeknek a felkészülési meccsének tényleg nem az a lényege, az elsődleges szempont, hogy megnyerjük, hanem az, hogy minél többet fejlődjünk, és tényleg mire elkezdődik a lényeg, a bajnokság, addigra mindenki a top formájában legyen. Hát igazából a Nyitra elleni első meccs az ugye akkor, ha jól emlékszem, két hete voltunk talán jégen, és az edzéseink akkor még nem arról szóltak, hogy taktikai elemek letámadás, hanem arról, hogy keményen menjünk oda, gyorsan, fizikai játék, tényleg nem volt semmilyen konkrét, úgymond taktikánk ellenük, az ellenfél ellen. A Zsolna ellen viszont már azon a héten elkezdtük a taktikai elemeket, amiket utána szépen bele is tudtunk vinni a játékba, és ezáltal sokkal jobb is volt a játékképe, szerintem sokkal jobban játszottunk. Hát elég nagy volt a játékos mozgás, a Volán házat
táján is, mint ahogy több ebel csapatnál, úgyhogy nyilván az is feladat a mester meg számotokra is, hogy harmonizáljanak egymással a játékosok a jégen, és nyilván az egyik fontos kérdés az, hogy mennyire tudnak beilleszkedni az újak, és a másik pedig, amiről szerintem sokkal kevesebb szó esik, hogy a maradók, például ti, a kulcsemberek, ők mennyire tudnak rugalmasan alkalmazkodni az újakhoz? Hát alapvetően azért azt látni kell, hogy a tavaly előtti szezonhoz képest az látszott, hogy megtartottunk légióst is, nem úgy, mint az elmúlt években, hogy rendre cserélődtek. Ez azt jelenti, hogy lassan kezdjük azokat a szemeket és azokat a fogaskerekeket megtalálni, amik hiányoztak, és amik az elmúlt szezonokban nem voltak. Úgyhogy ez egyik nagyon pozitív szempont. A másik pedig az, hogy azokkal a magyar játékosokkal, fiatalokkal, itt magunkat is beleértve, elég hamar meg tudott egyezni a menedzsment, és elég korán elkezdte építeni a jövőt és az idei szezont. Viszont abban azt, hogy javítsalak ki, hogy csak igazándiból a magyar játékosok és az a maga, aki itt volt, ők adják az alapot, és ő hozzájuk kell, ahhoz a szisztémához kell keresni a játékosokat, akik beleillenek. Tehát ilyen soron, akik újonnan érkezők, ugye nyilván sokkal kevesebben vannak, ezért megpróbálják azt a ritmust felvenni, amit mi az előző szezonban elkezdtünk. Megvan már az egység, megvan már a harmónia, vagy egyáltalán van-e valami érzékelhető pont, vagy volt-e valami érzékelhető pont ezzel kapcsolatban, amikor nem tudom, már jó haverok, jó barátok lesznek a régi és új csapattagok, hogy működik ez? Hát természetesen augusztus 1-én ugye mondjuk egy újonnan igazolt légiós belép az öltözőbe 22-3 ismeretlen arc közé, ha éppen úgy van, akkor van az, hogy bemutatkozás, meg ilyenek, de nincs az, hogy újon mutogatunk egyásra, hogy te figyelj, nem szimpi, akkor jött, hagyjuk ki mindenből, hanem tényleg az van, hogy mi a szezon során úgymond egy család leszünk. Szóval tényleg nekünk egy csapatként kell dolgozni. Ugyanúgy kell a legfiatalabb játékos magunk közé fogadnunk, mint akár a legrutinosabbat. Szóval tényleg úgymond nekünk nem lehet az, hogy én például a Csanit most nem szeretem, mert 2 centivel magasabb nálam, vagy az ilyeneket el kell engednünk, és tényleg csak arra összpontosítani, hogy a szezon során a legjobbat kihozzuk magunkból és a másikból is. Alapvetően az augusztus és a szeptember eleje, amíg el nem kezdődik a bajnokság, az erről kell szóljon, hogy megismerjük egymást, hogy nyilván azért a hoki világ az elég kicsi, és azért van, akit ismerünk már innen-onnan, van, akik voltak egyébként két különböző légiós, aki játszott együtt más csapatba. Akkor a Kógerdenről is tudom, hogy ismeri azokat a játékosoknak a nagy részt, akik ide érkeztek. Úgyhogy megvannak ezek a szálak, és ezeket a szálakat kell úgy összekötni, és egy olyan elegyet alkotni, meg egy olyan kohéziót, ami aztán végig kitart. Tehát itt most ez a alapozás nem csak a jégen tevődik át, hanem a jégen kívül is, hogy az öltözői hangulat, amit nagyon sokszor mondanak a sportolók, és de ez tényleg így van, hogy az öltözői hangulat az meg tudja határozni a teljesítményt. Ki az, vagy kik azok az érkezők, akiknek személy szerint ti a legjobban örültetek? Igazándiból én nagyon örülök, hogy az idei szezonban olyan játékosokat tudtunk igazolni, akik a ligába, az Ebel ligában már letették a névjegyüket, és már tudtak maradandót alkotni. Ezáltal nekik is sokkal egyszerűbb dolgok lesz, mert már tudják, ismerik a ligát, illetve nekünk is, mert tudjuk, hogy mire számíthatunk tőlük. Úgyhogy nem egy-kettő ilyen név van, és tudnám említeni, Zágrábból igazoltunk finn játékosokat, úgyhogy a Filakból is válogattunk, úgyhogy ennyi. Igazából nekem ez a legnagyobb pozitívum. Nekem is ez, hogy ugye tényleg úgymond hallani róluk, akiket igazolunk, hogy hú, tényleg tavaly csinált, nem tudom, csatárként 20-30 pontot, lőtte a gólokat, hátvédként ő volt a legkeményebb a ligába, és tényleg ők idejönnek, és én, mint fiatal hátvéd, én tanulhatok tőlük. Szóval tényleg nekem ez is így plusz motiváció, hogy természetesen egy idő után nekem majd az lesz a célom, hogy
őt idézőjelben kitúrjam a csapatból, mert jobb szeretnék nála lenni, de tényleg az, hogy közben az idők során én tanulhatok tőle, és úgymond elleshetem az ő fortéjait. Apropó, ki az, akitől, vagy akitől a legtöbbet tanultatok pályafutásotok során? Ki az, akit mondjuk mentorotoknak tekintettetek? Nekem nagyon ominózus figura volt Frank Benham, amikor itt játszott nekem az első profi szezonom, amikor játszottam, akkor ő még bőven aktív volt, és ő volt az, aki mindig csak egy kicsit odajött, és akkor beszélt hozzám, vagy mondott egy-két nyugtató szót. Emlékszem, a mai napig az első ebben meccsemen is odajött hozzám a kispadon, és mondta, hogy ne izguljál, menj, csináld, amit szoktál, aztán lesz, ami lesz. Úgyhogy ő biztosan egy nagy, de egyébként mondhatnám az összes idősebb játékos, idősebb magyar játékos, Tokai Viktorral, amikor itt csapatkapitány volt, vagy Kovács Csaba, akik azóta edzőként, illetve a magánéletben folytatták. Úgyhogy az ilyen játékosok mindig jó hatással vannak egy fiatal játékosra, és ha nagyon jól teszik az idősek így a dolgokat, akkor mi ezeket, ahogy a Dani is mondta, fölvesszük ezeket a fortélyokat, és magunk íze szerint fogjuk használni. Hát nekem talán a legnagyobb mentorom, nem is tudom, talán a Szégert volt az első hátvédpárom az első ebeles szezonomban, amikor játszottam, mert vele volt az, hogy ha lejöttünk egy cseréről, én odaültem hozzá és megkérdeztem, hogy ezt hogy kellett volna, jó volt-e így, és tényleg egy idő után már én éreztem magam idegesítőnek, hogy mindig megkérdezem, hogy mit, hogyan, és csomószor csak rám nézett, mozogott, és azt mondta, hogy azt csináld, ami szerinted a legjobb, és abból nem lehet nagy probléma. Ez eléggé ilyen, nem is tudom, furán hangzik, de így felgyorsította a gondolkodásom, hogy nem kezdtem meg gondolkodni, hogy most az a jó, nem az a jó, a másik a jó, hanem tényleg csak elkezdtem csinálni, és akkor ez segített egy csomót, hogy gyorsabban gondolkodjak a pályán. Hát ugye ezek a történések azért nem ma voltak, mert hogy azóta azért bőven ott vagytok a válogatottban. Ugye a bőkeretben Danitól ott voltál, Csani pedig ugye a világbajnokság keretében is. Igazából nem azért kérdezem, nyilván már túl vagyunk rajta, meg rég volt, meg előre kell tekinteni, de leülepedett már benned az arénában? Persze, ez nem egyszer fog megtörténni a sportoló életében, és ezek olyan dolgok, hogy erről ugyanúgy kell beszélni, mint hogyha most megnyertük volna, és nem fordított esetben kiegyenlítettek a britek, ahogy ez történt is. Hát ez a velejárója a sportnak, tehát én nekem is ugyanúgy megszakadt a szívem, mint bármelyik nézőnek a lelátón, és ugyanúgy megszakad a szívem egy-egy ilyen meccsnél, de nekünk sajnos az a dolgunk, sajnos vagy nem sajnos az a dolgunk, hogy ezeket minél hamarabb elfelejtsük, és arra koncentráljunk, ami a következő kihívás. A válogatott az mindig is egy olyan dolog az életemben, ami meg egyébként bármelyik másik csapattársam nevében is mondhatom, hogy ami mindig büszkeséggel tölt el, hogy mondjuk ott voltunk. Azért mi a válogatott a VB hét előtt, mi azért 6 hetet mi már felkészültünk. És az első héten nem tudtam, hogy fogjuk azt a 6 hetet végcsinálni, mert olyan kemény program volt összeállítva nekünk, de még így is, tehát mindenféleképpen megérte azért végig dolgozni, hogy az egy hétig részese lehessek ennek, vagy részese lehessünk. Attól a mestre eltekintve én azt gondolom, hogy egy nagyon jó hoki fesztivál, vagy hoki hét volt ez az egy hét. De hát ugyanakkor azért ennek a nagy csapatnak, a nagy családnak azért te is részese voltál, mint ahogy azt hiszem talán közel 20-20 fehérvári volt a bőkeredben, ami azért egy igen szép szám. Nyilván neked is emlékezetes marad a felkészülés, meg hát lélekben nyilván te is ott voltál a srácokkal. Természetesen, ha épp nem tudtam kijutni a meccsre, néztem a tévébe, és tényleg az utolsó meccs, az főleg, hát nem is tudom, az utolsó pár perc, az nagyon fájt nekem, és úgy éreztem, hogy egy úgymond 23. játékosként ott vagyok velük lélekbe, és tényleg tudtam, mi mennek keresztül, hisz ez egy nagyon rossz érzés, amikor egy ilyen történik egyáltalán, de nekünk azt mondják ékkorongozóknak, hogy
rövidnek kell a memóriának lenni. Minél hamarabb túl kell tenni magunkat, mert nem rágódhatunk ezen sokáig, hanem ahogy Csanád is mondta, hogy tényleg mennünk kell tovább, és arra kell gondolni, hogy mi lesz a következő. És neked megy ez a rövid távú? Hát, hogy mondjam, néha nem igazán sikerül, szóval tényleg néha nekem is vannak olyan meccsek, amikor mondjuk kapunk rólam egy gólt, és akkor így a meccs után csak fekszek otthon az ágyban, nem tudok aludni, és nézek fel a falra, és azon gondolkodom, hogy mit csinálhattam volna másképp. Ahelyett, hogy mondjuk megpróbálnék valahogy aludni, kiverni a fejemből, elfelejteni a hokit, és másnap kimenni a pályára, és akkor még keményebben dolgozni. És ilyenkor mi segít akár elaludni? Mi az, ami kikapcsol? Egyszer csak elalszol, mert nem marad más választás, kimerül a fizikai tárház, vagy van valami más? Zene? Film? Bármi? Ez az mindig más jön be. Szóval van, amikor tényleg az kell, hogy csönd legyen körülöttem, és akkor fejembe a hangok búgnak egy 10-20 percig, és akkor kikapcsol minden, és elalszok, de van, amikor az kell, hogy zenét hallgassak, tévét nézzek. Ez attól függ éppen, hogy milyen volt a meccsünk, ugye. Meg hát hazautakon, akkor egyszerűbb, mert főleg, ha egy hosszabb útra jövünk haza, akkor a busz ugye zötyög, az álomba ringat egy kicsit, és akkor úgy egyszerűbb elaludni. Ugye mi mindig nagyon fiatalok vagytok, 20-as éveitek elején jártok, apropó 20-án ünnepelted a szülőnapodat, Isten értesse. Még belül vagyunk a, nem tudom, 8 nap, vagy 7 nap, 8 napon. De mégis, hogyha visszatekintetek az eddigi pályafutásotokra, akkor szerintetek mi az, amiben a lehető legtöbbet fejlődtek, vagy amire a legbüszkébbek vagytok, már így 22-23 évesen is? Igazándiból nekem az egyik nagy, vagy hanem a legnagyobb élményem ugye Krakkó volt, amikor feljutottunk az A csoportba az első világbajnokságomon, illetve ezzel én együtt is szoktam mondani a szentpétervári A csoportos világbajnokságot, ez a válogatott szinten, klub szinten pedig eddig egyszer adatott meg nekem, hogy játszassak a rájátszásba. Ott még mindenképpen adós vagyok magamnak egy rájátszással, és nekem az lenne a legnagyobb dolog, hogyha most eljutnánk a rájátszásba, és onnantól esetleg tovább lépni. Hát nekem még sajnos válogatott szűk keretről nem nagyon vannak ilyen maradandó emlékeim, de még reméljük. De természetesen dolgozom rajta, hogy oda kerüljek és ott megálljam a helyem. Hát klub szinten nekem egy 4 éve jött egy fordulat az életemben, amikor Tyler Dietrich csatárból hátvéddé tett engem. Hát, hogy mondjam, az elején nagyon fura volt az egész szituáció, hogy tényleg csak pár méterre voltam hátrébb és mindent láttam, de ugyanakkor egy teljesen más játék szemléletem lett, hogy úgymond csatárként gondolkodtam, de hátvédként játszottam, és ez az elején ez jó, könnyűvé tette az egészet, mert ha jött rám egy támadást, tudtam, hát nem azt mondom, hogy biztosra tudtam, de nagyjából számítottam rá, hogy a csatár mit fog lépni. Ez természetesen más itt az EBL-be, vagy akár amikor az első szezonom a MOL ligába, mert ugye rutinosabbak a játékosok, tapasztaltabbak, ügyesebbek, és itt már tényleg kellett az, hogy gyorsuljon a játékom, ne csak az, hogy jaj, szerintem ő most passzolni fog, akkor ide teszem az ütöm. És tényleg nekem talán így az, hogy hátvéd lettem, az a legnagyobb örömöm, mert tényleg így örülök neki, hogy hátvéd lettem, mert talán így közelebb is kerülhetek a címeres mez viseléséhez, és itt valahogy nyugodtabbnak érzem magam, hogy hátulról támogatom így a csapatot, segítek a támadásba, felvédekezek, és megpróbálom mindent megtenni, hogy a csapatnak a legjobb legyen. Szeptember 14-én rajtol az EBL, akkor lesz az első játéknap, ráadásul ugye itt Fehérváron kerül sor a szezon első korongbedobására, ez a legelső meccs, azt hiszem talán fél óra különbsége jön majd a többi is aznap, de tényleg ez lesz a szezon első mérkőzése, a Zágráb ellen.
A sorsolás az mennyire fontos, mennyire tartjátok fontosnak azt, hogy mondjuk milyen sorrendben következnek az ellenfelek? Igazándiból pont erről beszéltünk valamelyik nap Hári Janival, hogy a sorsolás abban a szempontból nagyon fontos, hogy a túrák azok hogy vannak összerakva, mert ugye vannak olyan meccsek, amire aznap megyünk, aznap indulunk, és vannak a túrák, mondjuk Innsbruck-Bolzano, amikor egy nappal előtte, akár két nappal előtte el kell indulni, és az idei szezonban sokkal kevesebb olyan túra van, ahol tehát próbáltak arra figyelni, vagy ez szerencse is, hogy összekapcsolódjanak azok a mérkőzések, amik távol vannak. Tehát akár egy Innsbruck vagy egy Dornbirn együtt van egy hétvégén, és ez nagyon fontos számunkra, hogy tehát egy kicsit kevesebb kilométert utazzunk. Visszatérve a szezon nyitóra vagy szezon kezdetre, a Zágráb, nem tudjuk, hogy nekik milyen csapatuk lesz idén, de azt gondolom, hogy tavaly ővelük nagyon jó párharcokat vívtunk, úgyhogy mindenképpen egy kedves emlék volt, vagy én nagyon szeretek egyébként Zágrábban is játszani, de most ez például itthon lesz, és nagyon várjuk. Aztán idegenben jön a Bécs, és akkor utána mindjárt két meccs itthon, Klagenfurt, Innsbruck, aztán Dornbirn, Salzburg, ez nagyjából a szeptemberetek így fest majd. Mennyire nem is néztük előre. Én csak az első kettőt tudtam. Számodra fontos? Ugye azt hiszem talán az elmúlt szezonban volt az, hogy ott nem is tudom, a Bécs volt mindjárt a legelején. Így van, a Bécsre kezdtük, és ott belenéztünk egy 9-1-be, igen. Igen, hát számomra ugye első más lesz a szezonban, mindenképp oda kell figyelnünk, teljesen készen kell állnunk addigra, és ugye most hétvégén megyünk Dresdába, a következő hétvégén jön az emléktorna, és tényleg ezek a meccsek vannak arra, hogy mire tényleg eljön a szezon első korong bedobása, ahogy mondtad, addigra mi készek legyünk, és akár a Zágráb az ellenfél, akár bárki más, nekünk ugyanúgy kell játszanunk a saját játékunkat. Természetesen nem lenézni akarom a többi csapatot, mert úgy tudnunk kell, ki kell játszunk, szóval, hogy éppen a legjobb légiósok ellen a ligába, akkor oda kell figyelnünk, hogy valószínű nem fog sikerülni az a figura, ami éppen mondjuk sikerülne egy harmadik vagy negyedik sor fiatal csapat ellen. Hát reméljük a legjobbakat, és tényleg bízunk abban, hogy meg lesz a rájátszás ebben a szezonban. Sok sikert nektek klubban, válogatottban egyaránt, és úgy általában a Fehérvár a V19-nek. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Köszönöm a beszélgetést. Kedves nézők, ez volt már a Bajnokok Városa. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.